Nem kell aggódnunk, nem vagyunk veszélyben, mondja a majomhimlőről a pécsi virológus. Jakab Ferenc professzor azt mondja, régóta ismerik ezt a kórokozót. Afrikában előfordult, hogy állattól ember elkapta már ezt a betegséget, de ez ritka. Az, hogy emberrel emberre terjedjen át, az pedig még ritkább. Semmiféleképpen sem lesz olyan járvány, mint a Covid járvány volt, vagy koronavírus járvány esetében láttunk, ettől nem kell tartanunk. Tény és való, hogy jelen pillanatban ez egy érdekes eseménysorozat. Azért érdekes, mert nem igazán tudjuk, hogy honnan került ide ez a vírus, hogy hogyan jutott be Európába, és hogy ilyen random módon, tulajdonképpen párhuzamosan hogyan üthette fel a fejét több országban. Nem halálos betegség a majomhimlő. Lázzal, fejfájással, izom és izületi fájdalommal kezdődő, majd hólyagos kiütésekkel folytatódó kór, mondja a szakember. A fekete himlő elleni védőoltás hatásos rá, ezért aki 1979 előtt született, védett, hiszen akkor még kötelező volt az a védőoltás. Kérdés, hogy mennyire változik, mutálódik a majomhimlő vírusa. Ez a vírus nem mutálódik, legalábbis nagyon-nagyon nehezen, vagy nagyon-nagyon ritkán. Szemben a koronavírussal, ami ugye egy kis genetikai állományú RNS vírus, a himlővírusok azok nagy genetikai állományra rendelkező DNS vírusok. Náluk a mutációs ráta jóval alacsonyabb, és a mutációs képesség jóval alacsonyabb, mint egy RNS vírusnál, például a koronavírus esetében. Angliában volt csoportos megbetegedés a homoszexuális férfiak körében, de jelenleg úgy tűnik, ez véletlen egybeesés, mondja a virológus. A szakemberek vizsgálják ezeket az eseteket.